Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, a hivatal dolgozóit, meghívott vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenlét alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 9 fő. Távolmaradását bejelentette Kovásné Kerekes Katalin, illetve Csányi Sándor képviselő. Az ülés határozott, képes az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket az alábbi kiegészítéssel. Javaslok 3 hónapirendi pontot felvételét. Elsőként előterjesztés a Karszak-Horváth Ferenc út 3-5 földszint 1 szám alatti nem lakáscéljára szolgáló helyiség a Budapest Hitel és Fejlesztési Bank ZRT részére történő pályázaton kívüli bérbadásáról. Másodiknak előterjesztés a Kártai Gábor Kórház önkormányzati biztosi záró jelentésének elfogadásáról. Harmadik pontnapirendként pedig előterjesztés a vízi közmű szolgáltatása vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződésről. Aki a módosító indítvánnyal egyetért készfeltartással jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Van-e valakinek más javaslata? Pánti Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, javaslom a 7. napirend levételét a megtárgyalandó napirendi pontok közül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Szavazásra teszem fel a teljes napirendet, aki egyetért a változtatásokkal, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy a 19-től 24-ig terjedő napirendi pontokat, mivel taggyűlési napirend, illetve személyes adatokat tartalmaznak, zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezt tudja támogatni, kérem jelezze, igen, nem, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, június 29-ét az országgyűlés a kuláküldözés áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Ezzel a jelképes gesztussal kívántak a kormánypártok enyhíteni a méltóságukban és emberségünkben tönkretett gazdák és leszármazottaik érzetét, csekély jóvátételt nyújtva a rengeteg szörnyűséget, amelyen keresztül mentek. Egyetérzésünk jelül kérem, hogy egy perces néme felállással tisztelegünk előttük. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalása előtt szeretném köszönteni dr. Kenyeres Nézagy Vágnest, a Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskola és kollégium művésztanárát, aki 2012. június 7-én miniszteri elismerő oklevélben részesült a rajz és művészeti ismeretek oktatása terén elért eredményeiért. Az önkormányzat nevében gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Kérem, fáradjon ki az emelvény elé a virágcsokor átvételére. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! Köszönteni szeretném Pardi Károlynét, a György István tagiskola pedagógusát, aki a fizikában tehetséges tanuló sok éves eredményes felkészítő munkájáért a közelmúltban Jedlik díjat vett át. Kitüntetéséhez Karcagváros önkormányzata nevében gratulálok, további eredményes munkát és jó egészséget kívánok.
kérem, szíveskedjen kifáradni és a virágcsokrot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, szeretném köszönteni továbbá Olá Kálmánt, az OH Mark kereskedelmi Kft. Ügyvezetőjét, a Ferrometál kereskedelmi szolgáltató Kft. Nyugalmazott ügyvezetőjét, akinek dr. Farkas Sándor miniszter úr június 7-én a hulladékfeldolgozás és a hulladékfelhasználás területén végzett 4 évtizedes munkássága elismeréseként környezetünkért díjat adományozott. Kitüntetéséhez Karcagváros önkormányzata nevében gratulálok, további eredményes munkát és jó egészséget kívánok. Felkérem Olá Kálmán urat, legyen szíves kifáradni az emelvény elé és átvenni az ajándékot. Tisztelt képviselőtestület, itt szeretném megemlíteni, hogy 1991 óta minden év július 1-e a köztisztviselők napja. Ez alkalomból szeretettel köszöntöm a város hivataléban dolgozó valamennyi köztisztviselőt, elismerve magas színvonalú szakmai munkájukat. Kívánok önöknek egészséget, kiegyensúlyozott családi hátteret, kiváló munkatársakat és életpályájuk során további sikereket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselőtestület, ezek után napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Megadom a szót András Sándor képviselő úrnak. Köszönöm, polgármester úr. Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat és a kedves televízió nézőket, valamint minden megjelent kedves vendéget. Első kérdésem az lenne, hogy tavaly téma ez, a rendőrség új épülete. Bocsánat, képviselő, csak egy picit a mikrofon legyen kedves, úgy van, köszönöm. Nincs még gyakorlatom benne, de majd megtaláljuk a megfelelő számolóságot. Így jobban fogom hallani. A tavalyi téma ez a rendőrség új épülete. Ezzel kapcsolatban tudunk-e valamilyen fejleményről, illetve hogy áll ez a projekt? Illetve ugye tudjuk, hogy a BM annak idején, ha jól emlékszem, 20 millió forintot el is különített erre a tervre. Ezzel kapcsolatban érdeklődnék, hogy ez hogy áll, mikor lesz belőle kézzelfogható eredmény. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bár van-e további kérdés, mert akkor, hogyha van, akkor egy blogban gyűjtöm, és akkor együtt fogom megválaszolni. Dr. Lukács László György képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők és tisztelt televízió nézők. Polgármester úr, nekem az a kérdésem, és ez polgármester úrhoz is szól, illetve a hivatalhoz is, hogy nyilvánvaló mindenki tudja, hogy a kórház állami fenntartásba került át, és immáron több mint egy hónapja úgy is üzemel. Ami engem különösen érdekel ebben, hogy mi lett a sorsa azoknak a kórházzal mellett fennel, illetve a kórházi kötelezettségvállalásokkal, amik hitelek, amelyek egyéb követelések. Kinek tartozik, mennyit vett át az állam, ki köteles azt törleszteni, illetve melyek azok az összegek, ami ebben az esetben az önkormányzatnak a kötelezettsége lesz, és mely az, ami az új fenntartónak a kötelezettsége lesz ezekből a hitelekből, követelésekből, stb. Tehát azért egy komplexebb kérdést próbáltam intézni képviselőtársaimhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy kérdés? Tessék parancsolni. Bocsánat, még három. Tehát akkor egy csomagba
a kérdéseket. És akkor tehát lenne egy olyan kérdés is, hogy látjuk a városban a parkolóhelyek fölfestése folyamatban van. Nagyon örülünk neki, nagyszerű kezdeményezés. Valamikor korábban még talán tavaly jeleztük, hogy a zebrák állapota is igen rossz. Kérdezem, hogy azoknak a felújítására, átfestésére sor kerül-e, különös tekintettel az iskolák, a posta, a piac környéke, óvodák, ezek mind olyan területek, ahol fokozottan baleset veszélyes, és én úgy gondolom, hogy indokolt lenne a jól látható gyalogos átkelőhely fölfestése. Bocsánat. Másik kérdésem az a tűzoltósággal kapcsolatos. Mint tudjuk, városunkban volt egy 40 méter magasságig emelő kosaras gép. Jelenleg, ha jól tudom, ez a gép nem működik, javítás alatt áll. Mikor kerül ez vissza, és ennek a nem megléte, ez gyakorlatilag veszélyeztete magas épületeknél, esetleg okozhat-e valami komolyabb problémát. Igazándiból ennyi lett volna még, amit kérdezni akartam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van a további kérdés? Ha nincs, akkor bár a napirendek megtárgyalása végén van lehetőség a kérdésekre a választ megadni, hogy kezdjen most el a napirendek megtárgyalása előtt a rendőrség új épületével. Természetesen minden lehetőséget kihasználva folyamatosan érdeklődünk, hogy mikor kerül ennek az épületnek a felépítésére. Nagyon várjuk mi is. Egyelőre fontos dátumot nem tudok mondani. Kórházzal kapcsolatos kérdés. Bennünket már most semmiféle teher nem nyom. Minden kintlevőség, kötelezettség az államot terheli. Zebrák és egyéb útjeleknek a felfestése folyamatosan történik, ahogy észrevehette képviselő úr, például a mozgássérülteknek a parkolóját is több helyen újrafestette a Városgondnokság, nagy köszönet érte, és folyamatosan, ahogy a munkaerő és a pénz lehetővé teszi, ezt nem felejtettük el. Nyilvánvalóan az iskolás kezdésre az iskolák környéki zebrák is újra lesznek festve. Tűzoltóság kosaras emelője valóban javítás alatt van. A tűzoltóság már nem a városnak a nem városi tűzoltóság. Érdeklődtem én is azon az eseményen, amikor elköszöntünk egymástól, akkor szereztem én is tudomást arról, hogy javítás alatt van. Remélem, hogy minél előbb elkészül. Természetesen jó lenne, hogyha itt állna bent a garázsban, hogyha bármi gond van, akkor elő lehessen kapni, és lehessen ezzel mondani az embereket. Nagyon ritkán fordul elő, hogy erre sor kerülhet, de gondolom, hogy ezt tudják az érintettek is, és a lehető leggyorsabb idő alatt meg fogják javítani ezt a magasból mentő gépet. Meg fogom érdeklődni parancsnok úrtól, és hogy következő alkalommal, remélem, akkor már nem is kell dátumot mondanom, akkorra készen is lesz. Köszönöm szépen. Van-e esetleg további kérdés? Molnár Pál képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester, a szót, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. A gyalogátkelő helyek fölfestésével kapcsolatban szeretném jelezni, hogy képviselő valószínűleg azokra az útszakaszokra is gondolt, amelyek nem önkormányzati kezelésben vannak, hanem állami tulajdonban vannak. Ezen az önkormányzat, a Városgondnokság nem végezhet semmilyen fölfestési munkát, és pont azok az útszakaszok, azok Madarasi út, Kálvin út, amelyek igen nagy forgalmúak, gyalogos forgalom szempontjából is, ezt természetesen a közútkezelő fogja fölfesteni. Esetleg annyit lehet tenni, hogy a hivatal jelzi a közútkezelő fele, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítés. Nyilván ezt képviselő is tudja, és tisztában azzal, hogy a minden út nem önkormányzati út, és hát ennek megfelelően tudunk eljárni mi is. További jelentkezést nem látok. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szeretnék egy rövid tájékoztatást adni. Nem lesz rövid, mert nagyon sok esemény volt az utóbbi időben.
Május 24-én adták át a Kátai Gábor Kórház harmadik ütemének mintegy 1000 négyzetméter elkészült felműtött egységét. Az átadó részt vettek Pánti Ildikó, Csányi Sándor, Gyurcsák János, Kaposi Lajos, Karcogunai Zoltán képviselők, illetve alpolgármester úr, valamint Kovács Szilvő alpolgármester, asszony és jó magam. Június 1-én Városi Pedagógus Nap került megrendezésre a Déri Női Kulturális Központban. Az ünnepséget én nyitottam meg, jelen voltak Pánti Ildikó képviselőasszony és Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Másodikán rendezték a TESZED 2012 országos hulladékgyűjtési napot, amelynek központi megnyitóját városunkban tartották. A rendezvényt dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel nyitottuk meg. Ezen a napon családi nap és gyermeknap volt a Déri Mély Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár szervezésében a Ligetúti sportpályán. Az önkormányzatot Pánti Ildikó, Csányi Sándor, Kalszaginai Zoltán és Kovásné Kerekes Katalin képviselték a rendezvényen. 4-én a Kunhalom polgári kör tartotta előadását a Déri Mély Kulturális Központban. Ugyanezen a napon trianoni megemlékezés volt a református templom előtti téren, az országzászlónál, a Nagykun polgári kör szervezésében. Emlékező beszédet mondott Konstibor, vezető lelkész. A megemlékezésen Pánti Ildikó, Kovásné Kerekes Katalin, Molnár Pál képviselők és jól magam vettünk részt. 4-től 8-ig a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében fejlesztő tábort rendeztek a városi gyógyvízi strandfürdőben. 6-án a Csokonai Könyvtárban került megrendezésre a Kunhalom polgári kör szervezésében a Körmendi Lajos emlékműsor. A rendezvényen Pánti Ildikó képviselőasszony volt jelen. Ugyancsak 6-án az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület látta vendégül a bicskei tagokat. A vendégeket én köszöntöttem, a városi önkormányzatot Pánti Ildikó, Kovács Szilvia és Karcogi-Nagy Zoltán képviselte. 7-én a Zöldfaluti tagovoda szervezésében nyár nyitogató családi gyermeknapot rendeztek. 8-án a debreceni Ady Endre Gimnázium tanulóinak báb előadását láthatták az érdeklődők Tündérszép Ilona és Ágyilos címmel a Déri Mély Kulturális Központban. Ugyancsak 8-án családi gyermeknapot rendeztek a Táncsics 17-es óvodában. 11-én nyílt meg az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény képzőművész tanszakának kiállítása a Dérinében, amely 18-áig volt látogatható. A rendezvényen Kovásné Kerekes Katalin képviselőasszony volt jelen az önkormányzat részéről. 13-án a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tartotta pedagógus napi ünnepségét a Dériné Kulturális Központban. A képviselőtestület nevében Pánti Ildikó, Kovács Szilvia és Kovásné Kerekes Katalin vettek részt az ünnepségen. 14-én volt az országos versenyeken helyezést elért gyermekek köszöntése a Városházán. A rendezvényen jelen volt Pánti Ildikó képviselőasszony, a megjelentek köszöntésében és a díjak átadásában közreműködtek Kovács Szilvia és Gyurcsák János alpolgármesterek, valamint jó magam. Ugyanezen a délutánon rendezték a KSE éremátadó ünnepségét a Déri Mély Kulturális Központban. Az átadó ünnepségen Pánti Ildikó képviselőtársammal és Kovács Szilvia alpolgármesterasszonnyal vettünk részt. 15-én ballogási ünnepség volt a Karcagi Általános Iskolai Központ Kiskulcsosi tagiskolájában, a városi önkormányzatot Csányi Sándor képviselte. 16-án ballogási ünnepség volt az Arany János tagiskolában, az önkormányzat nevében részt vett Pánti Ildikó képviselőasszony. 16-án ballagási ünnepség volt a Karcagi Általános Iskolai Központ Györfi István tagiskolájában, ahol jelen volt a Pánti Ildikó és Karcagi Nagy Zoltán képviselőtársai. 18-án került megrendezés az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanévzáró ünnepsége a Déri Mély Kulturális Központban. A tanévzáron Kovásné Kerekes Katalin képviselőasszony vett részt a testület nevében. 21-én kezdődött a Kárpát-medencei presbiteri konferencia városunkban. A résztvevőket én köszöntöttem, Karcagváros önkormányzatát Kovács Szilvi alpolgármester asszony képviselte. 22-én Rireg István Körmendi Lajos világa című könyvét mutatták be a nagyközönségnek a Dérinében. A bemutatón jelen voltak Pánti Ildikó és Kovácsné Kerekes Katalin képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester asszony. 23-án Szent Iván éjjű tűzugrás és táncház várta az érdeklődőket a Nagykun Látogatóközpontban, a Dériné szervezésében.
A képviselőtestület nevében a programon Kovásné Kerekes Katalin képviselőasszony vett részt. 25-én véradások volt a Déli Mély Kulturális Központban, 26-án karinti megemlékezést tartottak a Csokonai Könyvtárban, 25-től 29-éig került megrendelésre a Völgyfa úti óvodában a környezeti tábor. Nagyon gazdag volt a program ebben a hónapban is, ahogy a példa mutatja, és még nagyon kellemes programok várnak ránk a következőkben. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk tájékoztató a Karcagi Ipari Park Kft. 2011 évi tevékenységéről, valamint a rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseiről. Köszöntöm a tájékoztató előadóját, Varga Nándor ügyvezető igazgató urat. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? Köszönöm szépen, megadom a szót, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, kedves megjelentek! Az elmúlt évről szóló tájékoztatót nem kívánom kiegészíteni, csupán a televízió nézők kedvéért, illetve a jelenlévők közül, aki ezt a tájékoztatót nem olvasta volna, megemlíteném, hogy 2011 évben 361.720.000 forint mérlegfőösszeggel 17.878 forint mérleg szerinti eredménnyel zártuk. Már több éve a Karcagi Ipari Park Kft. Eredményesen zárt. Ennek köszönhető az, valamint a képviselőtestület és a Karcagi Ipari Park tulajdonosi körének hathatós együttműködése, hogy elmúlt évben létrejött egy megállapodás az önkormányzat és az ipari park között, mely szerint a 4-es számú főútvonal vasút, gyarmati út által határolt területből 18 hektárnyi területet az ipari park megvásárolt. Ezen a területen környezetinnovációs, azaz ökoparkot szeretnénk létrehozni. Ennek az alapkőletétele a holnapi nap folyamán lesz 15 órakor a helyszínen, a Gyarmati út felénél, a volt mételeppel szemben. Itt részletesen el fog hangozni az a dolog, hogy milyen fejlesztéseket tervezünk az ipari park területén, az egyes tárgyalások hogyan állnak. Címszavakban csak azoknak, akik most ezt a televízióadást nézik, illetve a jelenlévőknek, hogy pályázaton nyertünk az Észak-Alföldi operatív program keretén belül a 260 milliós infrastruktúra beruházáshoz 120 millió visszanemtérítendő támogatást. Erről az értesítés a múlt héten érkezett. Valószínű, hogy július közepe második fele táján fogjuk aláírni a támogatási szerződést, és legkésőbb jövő év első felében szeretnénk ezen beruházást befejezni. Ez azért is nagyon fontos, hisz erre a területre települne az elektronikai hulladékhasznosító Kft. 5 hektár területre, illetve mellette még nem pontosan eldőlt 3-3,5 hektár területen egy üveghapot gyártó, hulladék üveget hasznosító cég kerülne. A téglagyárat sokan kérdezték, hogy mi történik vele. Annyit elárulok, hogy szintén októberben született taggyűlési döntés arról, hogy bizonyos feltételek mellett a Karcagi Ipari Park megvásárolja azt a területet. A tárgyalások ott tartanak, hogy egy-két apróbb részlet megegyezése szükséges ahhoz, hogy ezt az adásvételi szerződést aláírjuk. A ide betelepülő vállalkozásokról is már folyamatos tárgyalás folyik. Erről szintén holnapi nap folyamán
Varga Mihály, valamint dr. Fazekas Sándor miniszterurak, Dobos László polgármester úr, illetve dr. Székely István a többségi tulajdonos képviseletében tájékoztatni fogják a jelenlévőket, de a televízió, a Karcag TV és a Kummoderátor is jelen lesz ezen az eseményen, ugyanúgy a magyarországi közmédiákkal együtt, tehát a hírek, az információ, reméljük, hogy el fog jutni mindenkihez. Előzetesen a fejlesztésekre ennyit kívántam mondani. Kérdésként talán felmerülhet, hogy a foglalkoztatás hogyan alakul. A betelepülőkkel történt tárgyalás alapján első ütemben jövő év július 1-től körülbelül 150 fő, 2014-re 250 fő foglalkoztatása várható, és a még le nem zárt, illetve folyamatban lévő tárgyalások függvényében további munkahelyek létesítését is várjuk, és szeretnénk megvalósítani. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen az alapos szóbeli kiegészítést. Vitára bocsátom a napirendet, van egy kérdés, hozzászólás, vélemény. Karcagy Rajz Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, tisztelt jelenlévő kedves televíziónézők! A Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság múlt heti ülésén találkozott ezzel az előterjesztéssel, ezzel a beszámolóval, ahol ügyvezető igazgató úr nagyon szemléletesen tájékoztatott bennünket a KFT eddigi tevékenységéről, illetve felvázolta a jövőbeni perspektívákat is. Egész olyan részletességekig, hogy a falra térképeket is kirakva elmagyarázta pontosan a bizottság tagjai részére tisztán és világosan, hogy milyen beruházás hol fog elkészülni, tehát egy nagyon alapos tájékoztatót tartott igazgató úr, melyet ezúton is a bizottság nevében szeretnék neki megköszönni, és az eddigi munkáját is. Kifejezésre jutott a bizottsági ülés során, hogy a cég szépen illeszkedik az önkormányzati nyereséges cégek sorába, és nagy, hogy is mondjam, csak egyetértéssel a bizottság elfogadta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a testületnek is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további jelentkezés, hozzászólás? Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, egy teljes képet kaphattunk a írott anyag a szóbeli kiegészítések alapján a Iparipar Kft. Tevékenységéről. Úgy gondolom, hogy csak köszönet illetheti a cégvezetést valóban, hogy úgy munkálkodik az ipari park, hogy a város javát szolgálja mindenképpen. Köszönjük ezt a munkát, köszönjük a törekvést, és természetesen mi folyamatosan partnerek vagyunk ebben, és úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog van a munkai teremtésben. A közeljövőben valóban nagy előrelépést fogunk tudni tenni közösen. Gratulálok ügyvezető igazgatónak, én magam is elfogadással javaslom a tájékoztatót, ami is több hozzászólás. Aki tudja támogatni, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Második napirendi pontunk, tájékoztatva a Jászlatkun Szolnok Szakképzés Szervezési Társulás eddig végzett tevékenységéről. A napirend kapcsán nagy tisztelettel köszöntöm Nagy Lajosné, a TISZK szakmai vezetőjét. Kérdezem, hogy a írott anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése. Tessék parancsolni, megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Csak néhány kiegészíteni valom lenne. A beszámoló végén szerepel a TIOP és a TÁMO projektünknek a fenntartási időszaka. Két ellenőrzést kapott már a TIOP, EUTAF ellenőrzést, tehát nem is magyarországi, hanem uniós ellenőrzést. Mind a kettő véget ért, a másodikról még nem kaptunk visszajelzést, de sikeresnek mondható az elsőt, minden probléma nélkül elfogadták, illetve a TÁMOK-nak is ma olvastam az első fenntartási jelentésének az elfogadását. Ahhoz, hogy ezek a projektek létrejöjjenek, és ahhoz, hogy a fenntartási időszakban is működjenek,
nagyban hozzájárult Karcag város önkormányzata is. Engedjék meg, hogy megköszönjem itt a nekem különösen sokat jelentő nagy néma Jor Mária vezetőfőtanácsos asszonynak a segítségét, és Karcagi Nagy Zoltán úrnak a segítségét, aki alelnöki tisztet tölt bent most ebben az időszakban a társulásunkban, de lesz ő még elnökünk is, remélem. Illetve engedjék meg, hogy megköszönjem azoknak az iskoláknak, amelyek közül ugyancsak a Varró tartozik a város fenntartásába, de mivel karcagi pedagógusok és karcagi diákok vesznek részt a Szent Annai iskola munkájában is, és a Kádas iskola munkájában is, mindhárom tantestületnek és mindhárom iskola diákjainak köszönjem meg a munkáját, különösen a pedagógusok magas szakmai tevékenységét, amiről mindhárom iskola bizonyságot tett a tehetség és szakma kiállításunkon és versenyünkön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Úgy látom, már is van jelenkező. A napirendi ponthoz Karcagi Nagy Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr. Tisztelt Nagy Lajosné Katika. Nagyon szépen köszönöm a méltató szavakat. Igen, 4 esztendeje társadalmi megbízatásból veszek részt a Jászlóknyi Szolnok Szakképzés Szervezési Társulási Tanács munkájában. Én meg azt szeretném kiemelni, hogy a munkaszervezettel egy különösen jó munkakapcsolat alakult ki a társulási tanács vezetése és tagjai részéről. Meg szeretném említeni Szűcs Gyula igazgató úr nevét, aki a munkaszervezetet vezeti, illetve Nagy Lajosné Katikát, aki jelen van körünkben, a szakmai vezetőt. Mint egy 1,5 milliárd forintnyi uniós pályázati összeg érkezett a megyénkbe a TISZ-ken keresztül, tehát ezen a szakképzés szervezési társulási tanácson keresztül, és csak úgy a számokat érzékeltetve 16, ha jól emlékszem, 16 önkormányzat, ez néha változott, mert volt, aki kilépett, visszalépett, stb. 16 önkormányzat, 27 intézménye, ez is változott, mert ugye fenntartói változások is voltak közben, mintegy 15 ezer diáknak a szakképzését szervezte ez a társulás. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki, és további jó együttműködést kívánok a munkaszervezet vezetőinek és a társulási tanácsnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e további kérdés, vélemény, hozzászólás? Nekem lenne. Én nagyon örülök, hogy ilyen hihetetlen jól összetalálkozott a szakmai vezetés az önkormányzatokkal, de erre szükség is van, hiszen meggyőződésem, hogy olyan hihetetlen rossz állapotban van a hazai szakképzés, mint még soha. A hosszú évek szociál-liberális oktatáspolitikája a feje tetejére állította az egész oktatási rendszerünket. Tehát, hogyha elképzelünk egy piramist, aminek a csúcsán a felsőoktatásnak kellene lenni, és az a legvéknyabb réteg, és a legszélesebb réteg a szakképzés, ez most pontosan fordítva van. A szakképzés a legvéknyabb réteg, és ennek megfelelően oda a lehető leggyengébb tanulók kerülnek, akik már sehova máshova nem tudnak menni. Így az ottani, ezekben az iskolákban folyó munka majdnem a nullával egyenértékű, a pedagógusok minden akarata ellenére. Tudjuk az okokat, tudjuk, hogy mi vezetett idáig. Ezt mindenképpen meg kell változtatni, meg kell fordítani. Ezt a piramist vissza kell állítani, a talpára kell helyezni ezt. Szeretném megkérdezni Nagy Lajosné Katikát, hogy milyen konkrét lépéseket tett a TISZ ez ennek érdekében. Néhány dolgot tessék szóval nekem mondani. Nyilván a szakképzési rendszernek a megváltoztatásához a TISZ kevés. Amit mi tudunk tenni, az az, hogy bármilyen helyen, bármilyen, akár oktatási fórumon, akár szakképzési, konkrét szakképzési fórumokon, akár a vállalkozókkal való találkozások során,
vagy a munkáltatókkal való találkozások során, akár az önkormányzatokkal való találkozások során, akár a beiskolázási tevékenységünk során próbáljuk megfordítani ezt a folyamatot. De amíg a kormányzat szabaddá teszi azt, hogy gimnáziumokban korlátlan felvétel legyen, addig a szakképzésbe nem tudunk beleszólni ilyen értelemben. Akkor még kérdezek kettőt. Milyen a kapcsolatuk a megyei ipari, kereskedelmi és ipari kamarával, ami nagyban segíthetné a szakképzésnek a fejlesztését? És nem tartja-e Katika ezt a elnézést, hogy Katikával nagyon esélyi szakértő, a túlságosan nagy egységnek ezt a megyei tisztet lehet, ezt minél nagyobb egy szervet, annál nehezebben lehet vele boldogulni, tehát hatékony-e ez megfelelően? Az első kérdésére a válaszom az, hogy a kereskedelmi és iparkamarával nagyon jó kapcsolatunk van hosszú évek óta. Nyilván most a szakképzésben megnőtt a szerepük, amióta a szakiskolai képzésben döntően az ő szerepük az NSZFI-vel szemben megerősödött, de mindvégig jó kapcsolatban voltunk velük, illetve megállapodást kötöttünk velük közös tevékenységekre. Az, hogy mennyire tudnak ők hatni a tanulószerződések kötésével például a munkaadókra, az egy másik kérdés. Nyilván ott is azt gondolom, hogy törvényi szabályozásra lenne szükség, erőteljesebb törvényi szabályozásra lenne szükség. A másik kérdéssel kapcsolatban... A másik kérdés az volt, hogy ez a nagy szervezet mennyire hatékony. Ja, igen, így van. Annak idején a tiszkek minimum 1500 fővel kellett, hogy létrejöjjenek. A kis tiszkek életképteleneknek bizonyultak. Ez a nagy társulás azért jött létre, mert a megye volt az, amelyik szorgalmazta ennek a társulásnak a létrehozását annak idején. Nyilván én nem vettem részt akkoriban még a munkákban, de nyilván azért, hogy a projektek is sikeresek lehessenek, illetve megyei szinten legyen összefogva a szakképzés. Mi is láttuk azt, hogy ezt nehéz megtenni, ezért volt szükség arra, hogy létrehozzuk ugye a három pólust, a Szolnok, Törökszentmiklóst, a Kunság és a Jászsági pólust, és ezért is voltak beépített munkabizottságok, akik dolgoztak közben. Én magam is voltam itt Karcagon egyszer egy ilyen megbeszélésem. Nyilván az út tovább attól fog függni, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy a törvény mit tesz lehetővé. Köt bennünket mindenképpen illetve két projekt, a TIOP és a TÁMOP, amelyben van 15 ezer tanuló, akiket bevállalt ez a pályázat. De hogy ezt hogyan fog megvalósulni, azt nem tudom. Nyilván azt gondolom, hogy egy további együttműködésben akár két tiszk is elképzelhető lenne. Csak nem tudom, hogy erre lesz-e törvényi vagy bármilyen lehetőség. Ha még egy pici szót kaphatnék. Én azt gondolom, hogy én dolgoztam a 27 iskolával, és egyre jobban működik egyébként a közös munka ezen a szinten. Tehát az iskolákkal egyre jobb a kapcsolatunk, egyre jobban működik a hálózati tevékenység. Igaz, hogy ennek a megvalósulása elsősorban online tevékenységet jelent. Tehát közös kapcsolódási pontok kevéssé valósultak meg. Köszönöm szépen a válaszokat. Én sok erőt kívánok, nagy kitartást ehhez a munkához, hiszen úgy gondolom, még egyszer mondom, hogy egy lehetetlen helyzetet kell újra alakítani, és ez türelem, időkitartás kell. Ezt kívánom önöknek. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény a témával kapcsolatosan? Ha nincs elfogadása, javaslom a tájékoztatót, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadása. Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok önöknek. Harmadik napirendi pontunk, beszámoló a polgármesteri hivatalnál alkalmazott FEUVE rendszer működéséről. Aki megmondja nekem, hogy mit jelent ez a mozaik szó,
nem kell jönni a következő testület ülésre, meg adok egy igazolást. Egy biztos, hogy a Karcagváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. január 1-től hatályos szabályzata rendelkezik a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről. A polgármesteri hivatal felvetének és sajátosságának megfelelően alakította ki a belső kontrollrendszerét, és ennek megfelelően a kontrolltevékenység részeként működteti a hivatalon belül a FEUV-t. Nagyon izgalmas. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás? Mánki Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves vendégeink! Én azt hiszem, hogy minden településen nagyon fontos, hogy a polgármesteri hivatal jól működjön, hiszen a lakosság a hivatallal nap mint nap kapcsolatban van. És ahogy az összegzésben a jegyző úr által összeállított anyagban olvashatjuk, ugye a rendszer, amire épül, a szabályozottság, a hatékonyság és az eredményesség. És ez nagyon fontos, és nagyon fontos azoknak az ott dolgozóknak a munkája, hiszen kaptunk egy áttekintető szép statisztikát, amelyből ugye létszámarányosan láthatjuk férfi, nő, tehát a nemek aránya nagyon alul vannak a férfi kedves itt dolgozó kollégák a hölgyekkel szemben. Életkor szerinti megoszlásban nagyon ideálisan és ideálisnak találom, és kiemelkedőnek jónak a végzettség szerinti megosztást, hiszen nagy részben főiskola és egyetemi végzettséggel végzik a munkájukat. És itt az anyagban is többször említve van a humán erőforrás, amely az utóbbi időben oly sokszor az élet minden területén. Tehát nagyon fontos, hogy az itt dolgozók azzal a szívvel, lélekkel tegyék mindazt, ami a végzettségük, képzettségük, gyakorlatuk. Eleve, hogyha egy fiatal testület, az még tapasztalatokkal nem rendelkezik oly mértékben, mint aki esetleg közvetlenül nyugdíj előtt áll. De tapasztalatot lehet szerezni a munkavégzés során, és mindazoknak a törvényességi előírásoknak a megtartásával, emberséggel, empátiával, amely nagyon fontos a mindennapokban, amikor a lakosság idejön, és az ügyeit intézi, és hogyan miként fogadják, és hogyan miként intézik az ügyét. Mert ő ebből ítél, és ennek alapján mond véleményt, ne talántán a város vezetéséről, és rólunk a képviselők munkájáról is. Mi pedig nagyon fontos, hogy mindenkor olyan szabályosan előkészített törvényességnek megfelelő anyagot kaphatunk a képviselők munkája. Ezen a területen azt hiszem, hogy megint kell, hogy eredményes legyen azáltal, hogy azt az anyagot, amit kaphatunk, abból megfelelően táplálkozhatunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólást. Teljesen egyetértek képviselőasszonnyal. Valóban a szabályosság, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményességről szól ez a rendszer, és ezt jegyzőn szigorúan be is hajtja az irodákon, az itt dolgozókon. Van-e további kérdés, vélemény, hozzászólás? Elfogadjuk a beszámolót, kérem, jelezzük. Igen? Nem. Tartózkodás nélkül egyhangulat támogattuk. Köszönöm szépen. A negyedik napirendi pontunk előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzetének megalapításáról szóló Karcagváros Önkormányzata Képviselőtestület 11/2002 rendeletének módosítására. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 5. napirendi pontunk előterjesztése az 5-ös számú és a 6-os számú fogorvosi körzetek működtetésére. Tulajdonképpen két praxis megcseréléséről van szó. Nyár is mondom, dr. Szabó Enikő látta el eddig a SZIM rendelőben, illetve a melegfürdőben a fogorvosi szakellátás, és Attár Monyir doktor pedig a iskola fogászati rendelést vitte, kettőjük között történt egy megállapodás, és így létrejött egy csere. Két darab határozati javaslatról kell döntenünk. Hosszú-hosszú
egyeztetések, megbeszélések után jött létre ez a cserebere, ami mindenki javára szolgál természetesen. Azt kell tudni, hogy a továbbiakban Munier doktor vállalkozóként fogja ellátni ezt a feladatát. Vitára bocsájtom a napi rendet, van a kérdés, hozzászólás. Akkor, hogyha nincs, akkor javaslom, hogy az 5-ös számú és a 6-os számú fogorvosi körzetek további működtetéséről döntsünk, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodásunk egyhangulag fogadtuk el, valamint az 5-ös számú fogorvosi körzet működtetéséről döntsünk. Igen, nem, tartózkodásunk egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 6. napi rendi pontunk, előterjesztés a Varró István szakiskola, szakközépiskola, általános iskola és kollégium alapító keretának módosítására. Ahogy az írásos anyagból kiderül, 3 ok teszi szükségessé a módosítást. Hogy ne soroljam föl most ezt a 3 okot. Vitára bocsájtom a napi rendet, van-e kérdés, hozzászólás? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 7. napi rendi pontunk, előterjesztés a Karcagvárosi, a 7. napi rendi pontot, bocsánat. Levettük napirendről, így ennek megtárgyalása nem szükséges. 8. Milyen gyorsan haladunk? 8. napirendi pontunk, előterjesztés a Karcag testvérvárosaiért közalapítvány alapító okiratának módosítására. Tisztelt jelenlévők, változtatása van szükség, hiszen Walter Jánosné a kuratórium elnöke egyrészt javasolta, hogy Nagy Istvánné a kuratóriumi tag helyett új kuratóriumi tag delegálását, mert hogy Nagy Istvánné 2011 és 2012 évben egy alkalommal sem vett részt a kuratórium ülésén, és a távolmaradásának okát sem jelentette be a elnöknek, valamint 2012. június 7-én Walter Jánosné, az alapítvány elnöke lemondott tisztségéről. Úgyhogy mindenképpen kell választanunk egy elnököt és egy új tagot. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, ahogy az írásos anyagból is olvasható, javaslom Nagy Istvánné helyett Sós Gézánét kuratóriumi tagnak, Walter Jánosné helyett Nagy Éva kuratóriumi tagot elnöknek megválasztani. Továbbá Nagy Éva kuratóriumi tag helyére Takásné Csikós Anikót megválasztani, akik megválasztásuk esetére vállalják a tisztséget. Vitára bocsátom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás? Mielőtt bárki felemelni a kezét, csak szeretném jelezni, hogy ez egy nagyon jó működő alapítvány, nagyon sokat tud segíteni a város életében, úgyhogy ahhoz, hogy működjön, ezeket a tagcseréket, illetve az elnökválasztást meg kell mindenképpen tartanunk és döntenünk kell ebben az ügyben. És akkor most vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, én mindenképpen szeretném Walter Jánosnénak megköszönni az eddig végzett munkáját. Nagyon sokat tett az alapítvány érdekében, sajnos személyes okok nem teszik lehetővé, hogy a továbbiakban el tudja látni ezt a feladatot. És javaslom, hogy döntsünk. Aki tudja támogatni ezeket a tagcseréket, kérem jelezze. Igen, nem, egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen a új tagoknak a vállalkozó szellemet. Gratulálok a kuratórium új elnökének, Nagy Éva tanárnőnek, jó munkát kívánok neki is és az egész kuratóriumnak. Köszönöm szépen. 9. napi rendi pontunkhoz érkeztünk, előterjesztés a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményének fejlesztéséért a TÁMOP 3.1.11 kötőjel 12 per 2-es pályázat bejutásáról. Tisztelt jelenlévők, a pályázat támogatottsága 100%-os, és a pályázatra benyújtott összeg 56.430.000 forint vissza nem térítendő támogatás ennek megfelelően. Nagyon sok mindenre szeretnék felhasználni nyertes pályázat esetén ezt az összeget az intézményben. Vitára bocsájtom a napi rendet, Karcagi Nagy Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr! Tisztelt testület, a
testületi ülés előtti pénzügyi bizottsági ülésünkre érkezett egy olyan javaslat, hogy ezt az összeget, ami az előbb elhangzott 56 milliós összeget, mivel nagyon jó támogatottságú pályázat, egy 100%-os intenzitású pályázatról van szó, 80 millió forintos keretre javasolt az óvoda vezetése maximum, tehát 80 millió forintra, és ezt a bizottságban megtárgyaltuk, és a bizottság ezt egyhangulag támogatta, és a testületnek is támogatásra javasolta. Köszönöm szépen a kiegészítést. Lehet-e tudni, hogy mivel indokolta az óvoda vezetése ezt az emelést? Egyébként egyetértek, ha lúd legyen kövér, tehát hogyha el lehet nyerni több pénzt, akkor miért ne nyerjünk több pénzt? Lehet tudni az indoklást? Megadom a szót. Tessék parancsolni a mikrofont odavinni. Gulyás Ferencné, óvodavezető helyettes. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A pályázati összeg megemelését azzal szeretnénk indokolni, hogy az előzetes tervek készítése során láttuk lehetőségét annak, hogy az óvodai nevelési évben két nevelési évet átölel a projekt, tehát a 2012-13-as, illetve a 2013-14-es nevelési év szakmai fejlesztéseit tudjuk támogatni a pályázati keretből, ami azt jelenti, hogy tartalmában szervezetfejlesztés, tehát egyéni képesség, differenciált fejlesztés, ami két irányvonalat ölel föl, az egyik a tehetséggondozás, a másik irányvonal a sajátos nevelésigényű gyermekek beilleszkedési tanulási magatartáshoz zavaros gyermekek fejlesztése, tehát ez alapján az egyéni differenciált fejlesztést, valamint a mérésértékelési rendszer felülvizsgálatát és módosítását szükség szerint. Ezt követően jó gyakorlatok bevezetését, hospitálási lehetőségeket tartalmaz a projekt, pedagógus továbbképzést, amelyben részt vehetnek az óvodapedagógusok, és így ezáltal a 7 évenkénti 120 órás kötelező pedagógus továbbképzés szinte a projektből teljes mértékig finanszírozható lesz. Valamint a pályázatban támogatható az óvoda udvar, az eszközfejlesztés, a beruházások az óvoda udvar fejlesztésére irányulnak informatikai fejlesztésekre, tehát ez a két fő irányvonal a beruházásoknak, ami 30%-ot ölel föl a pályázati összegből, illetve a negyedik nagy pólusa a pályázatnak a programok, családi programok, amelyek jelen pillanatban is megvalósulnak az óvodába, illetve már hagyományként megvalósultak az elmúlt években, és ha ezeket a programokat is meg tudjuk a pályázatból finanszírozni két tanéven keresztül, akkor úgy gondoljuk, hogy ezek is biztosítottak, illetve a projekt befejezését követő 5 éves fenntartási időszak alatt is biztosítottak lesznek. És ezért kértük, hogy ezt az összeget maximum 80 millióba határozzuk meg, illetve mivel a konkrét összeg az majd a pályázati anyag összeállításakor kerül meghatározásra. És mindemellett még természetesen polgármester urat is és a képviselőtestületet is biztosítom az intézmény vezetése részéről afelől, hogy a pályázatban a projekt összeállításakor elsődleges szempont lesz az intézményi célok megvalósítása, illetve a pedagógusaink terhelhetősége az elkövetkezendő 2 évben, amennyiben nyertes lesz a pályázat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mint hogy a bizottságot engem is meggyőzött igazgató helyettes asszony, de hát könnyű is volt, mert fölfelé emeltük az összeget, akkor lett volna nehezebb, hogyha ezt csökkentjük. Egyetértek ezzel természetesen ezzel a kiegészítéssel. Karcagudai Zoltán képviselő úr kíván szólni. Köszönöm szépen szót, polgármester úr. Az előbb azt nem mondtam el a hozzászólásomban, hogy elhangzott Molnár Pál képviselő úr részéről egy javaslat, hogy az óvoda vezetése a pénzügyi bizottságnak, tehát az önkormányzatnak egy havi rendszerességgel a pályázat éppen aktuális helyzetéről adjon tájékoztatást, és ezt is támogatta a bizottságunk, és erre ígéretet kaptunk Jolikától, vezetőhelyettes asszonytól, hogy ez ennek nem lesz akadálya. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van a további kérdés, hozzászólás, vélemény. Úgy látom, hogy nincs jelentkezés. Kívánom, hogy legyen sikeres a pályázat.
nyerjen sok pénzt az óvoda, és használják fel nagyon nagy hasznossággal. Ha nincs további jelentkezés, akkor javaslom támogatni ezt a napirendet. Igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok az óvodának. 10. napirendi pontunk előterjedt, és a Karcagy laktanyában lévő 5376/16 helyrajzi számú ingatlanul található nem lakáciáján a szolgáló helyiség bérbeadása a Multitech Kft. Részére szóló 161/2011 kártyaszámú határat módosításáról. A bérleti szerződés lejár, 2 évvel történő meghosszabbításról van szó. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen. Nem, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 11. napirendi pontunk előterjedt, és a Jászlóklisztónak megyében megvalósuló parlagfűmentesítési tevékenységek támogatására megnyitandó pályázatról szóló 110/2012 kártyaszámú határadat módosításáról. Tisztelt képviselőtestület, a lehetőségek mindössze a pályázat, ebben a pályázatban 44,11%-os 100%-os támogatottságot tettek lehetővé. A nyertes pályázat esetén 2 fűkaszát terveztünk be, a 2 fűkasza helyett, miután kevesebb lett a nyert pénz, 1 fűkaszát kívánunk megvásárolni. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha támogatjuk, jelezzük. Igen. Nem, tartózkodás nélkül, egyhangulag fogadtuk el. 12. napirendi pontunk előterjesztés a belterületi önkormányzati burkolt utak 2012. évi útkártyúzási munkáiról és költségkeretének biztosításáról. Tisztelt képviselőtestület, a költségvetésben 5 millió forintot, egy egészen szerény összeget tudtunk csak erre az útkártyúzásra biztosítani, és miután a kártyuk a tél folyamán kialakultak, ellenben eljött a jó idő, eljött a útkártyúzásnak is az ideje. Korábban már testületülésen volt arról szó, hogy legyen felmérve a kártyuknak a száma, elhelyezkedése, az megtörtént, és megkezdte a Városgondnokság a útkártyúzási munkálatokat is, és szépen haladnak ebben a munkálatban. Vitára bocsájtom az előterjesztést, van-e kérdés, hozzászólás? Lánti Illikó képviselőasszony kér szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim! Valóban valamennyien örülhetünk körzetek képviselői, a képviselőtestület polgármester úr, hogy ezek a kátyuk javításra kerülnek. Láthatjuk az anyagban is, hogy bőségesen van mit, akár a nézetmétereket, akár az utcaszakaszokat. Nekem egyetlen egy kérdésem van igazgató úr felé, hiszen ebben a minőségben kérdezem. Ez a határidő, amely jelezve van október 30-áig, tehát ez a befejezés, a kátyúzás befejezésének a határideje? Mert elég egy bólintás, vagy hosszabban fejtse ki, képviselő úr? Kérem? Elég lesz egy bólintás, vagy hosszabban fejtse ki, képviselő, mert nem, tehát én a határidőt, hogy akkor a kátyúzás befejezése, ez az október 20-a a határidővel? Igazgató úr? Én nekem köszönöm szépen, ez lenne a köszönöm kérdésem. Szépen, akkor adjuk át a mikrofont Molnár Pál képviselő úrnak, és ő meg fogja válaszolni a kérdést. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, kedves televízió nézők. Mindenkit szeretnék megjutatni, hogy a döntés most születik még, most fog megszületni az 5 millió forintos bruttó keretösszegről. A Városgondnoksági az, hogy elkezdte már a kártyúzás, de nem ebből a keretből. A Start Munka program keretében sikeres pályázatot adtunk be tavasszal, a tél végén pontosabban, és abból a keretből kezdtük már el, mert ugye nagy problémát jelentett a városba nagy mennyiségű kártyú kialakítása, vagy kialakulása. Az októberi határidő azért van meghatározva, mert a nyár folyamán is keretkeznek kátyuk. Tehát most lesz egy tavaszi-nyári időszak, amikor a kátyukat eltüntetjük, és sajnos az a tapasztalat, hogy szeptember-október folyamán is kialakulnak kátyus útszakaszok. Olyan állapotban vannak sajnos az utak.
és szerettük volna azt, hogy ez a keret lehetőséget biztosítson arra, hogy ősszel is el tudjuk ezeket a munkákat végezni, tehát ne kelljen az egész keretet, hogyha tudunk tartalékolni, ne kelljen az egész keretet a mostani tavasz végi nyári kátyúzás során felhasználni. Egyébként jó ütemben haladunk a kátyúzással, és a városgondosság úgy néz ki, hogy saját keretében, saját állományi létszámával, valamint a Start munkaprogramban dolgozó közfoglalkoztatottakkal sikeresen tudja venni az akadályt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Annyit még mindenképpen szeretnék kiegészítésként elmondani, hogy korábbi években is volt már erre precedens, hogy milyen praktikussági okok miatt volt tavaszi-őszi útkátyúzás pontosan az elhangzottak miatt. Egyrészt, másrészt azt szeretném még mondani, hogy ez egy teljesen új feladat a városgondosság részére, hiszen ezt ilyet soha nem csináltak. Ennek ellenére nagyon szépen haladnak, és nagyon jó minőségben csinálják meg. Köszönet ezért azon dolgozóknak, köszönet Molnár Pál igazgató úrnak, és gondolom, hogy egyre jobban bele fognak jönni, úgyhogy a foltok kiavítása egyre jobb minőségben fog megvalósulni. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Akkor döntsünk, aki többet támogat az előterjesztés jelezze, igen, nem, egyhangulat került elfogadásra, köszönöm szépen. 13. napirendi gondunk előterjesztés, a Városháza 100 éves évfordulója alkalmából állítandó emléktábla elhelyezésére. Tisztelt jelenlévők, valóban 100 évvel ezelőtt épült a Városháza, mindössze 2 év alatt, ahogy az aulában is olvasható. Az akkori technológia mellett ez nem volt egy egyszerű dolog, és nagyon jó minőségben csinálták meg az akkori mesterek ezt az épületet. Nyilvánvalóan mindig kell egy picikét javítani, renoválni, de időtálló épületről van szó. Úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne ezt a 100 éves évfordulót méltó megünnepelni, és egy emléktáblát ennek apropóján elhelyezni a Városháza falán. Ebben kell most döntenünk. Pluszban még, ahogy az anyagban olvasható, a Városvédő Egyesület az évforduló alkalmából egy kiadványt is készít, illetve az aulában az épület eredeti terveiből kiállítás is fog nyílni. Vitára bojtjájtom az előterjesztést, van-e kérdés, hozzászólás? Ha tudjuk támogatni ezt a nemes gondolatot, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 14. napi rendi pontunk a következő előterjesztés, a Karcag külterületi 01452 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbeadásáról szól. Erdély Ferenc, Karcag magyarkai lakos haszonbérbe venné a nevezett helyrajzi számú területet 5 év bérleti időszakra, hogy beszéltük a gazdasági tanácsadó testület ülésen, ez egy eléggé nehéz terület, ilyen betonos rész, hát igen ellenálló birkáknak kell ott legelniük ahhoz, hogy megtalálják a mindennapi betevőt. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. 15. napirendi pontunk előterjesztés, Karcag Sáfrány-Lóger úti kommunális szilárd hulladékra lakó telep energiaellátását szolgáló középfeszültségű légvezeték, valamint OTR 20/400 típusú transformátor állomás eladásáról. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van a kérdés, hozzászólás, a gazdasági tanácsadó testület ülésen több alkalommal vitattuk meg ezt a témát. Jelentkezést nem látok, tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás, húha, két tartózkodás, két nem, egy tartózkodás, és 9-en vagyunk, 6 igennel elfogadásra került az előterjesztés. Köszönöm szépen. 16. napi rendi pontunk előterjesztés, a Karcag Kórházú 10 szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő bérbeadásáról. A helyiséget Kőszegi Dezsőné ezért április 30-án leadta a GTT,
a helyiség hasznosítását pályázat útján javasolja, illetve javasolta. Ez egy garázsról, illetve két garázsról van szó, ami szerintem, ha jól emlékszem, akkor ilyen italkimérésként működött a korábbiakban. Vitára bocsájtom a napi rendet. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha megpályáztassuk, akkor tessenek támogatni az előterjesztést. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag. Emellett döntött a tisztelt jelenlévő testület. 17. napirendi pontunk előterjesztés a Kazak Dózsa György 2 szám alatti lemlakás céljára szolgáló helyiség pályázat útján történő bérbeadásáról. Ugyancsak leadásra került ez az ingatlan, ez egy kis területű, mindössze 20 négyzetméter alapterületű helyiség. Szintén pályázat útján javasolta a bérbeadását a GTT. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás ehhez? Ha támogatjuk, jelezzük, igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. 18. napirendi pont, a jelentések, 9 darab jelentést található az anyagban. Vitára bocsájtom, talált a 9 darab jelentésben valaki bármilyen kivetnivalót? Ha nem, akkor összevont szavazást javaslok. Akkor tudjuk támogatni a jelentések elfogadását. Jelezzük, igen, nem, egyhangulag fogadtuk el, illetve támogattuk. 19. napirendi pontunkhoz érkeztünk, és ahogy jeleztem a testületi ülés elején, a 19-től a 24. napirendi pontig zárt ülést tartunk, ezért tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a önkormányzati törvény értelmében csak a képviselőtestület tagjai, az érintett, valamint a hivatal szakértői vehetnek részt, ezért megkérem a meghívottakat, hogy az átülés időtartalmára hagyják el a tervet. A szolgáló helyiség a Budapest Hitel és Fejlesztési Bank ZRT részére történő pályázaton kívüli bérbeadásáról szól. A GTT támogatta a bérbeadást, vitára bocsájtom a napi rendet. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Bérleti díj összege 103 000 forint per hó plusz áfa. Jelenkezést nem látok, ha támogatjuk, jelezzük, igen, nem, egyhangulag fogadtuk el. 26. napirendi pontunk, előterjesztés a Kátré Gábor Kórház önkormányzati biztosít záró jelentésének elfogadásáról. Miután állami felügyelet alá tartozik a kórház május végétől kezdődően, így okafogyattá vált a önkormányzati biztosnak a általunk történő további alkalmazása, viszont megállapodtunk abban, hogy mindenképpen egy záró jelentést készít a munkássága végén. Erről szól ez az előterjesztés. Vitára bocsájtom a napi rendet, van-e kérdés, hozzászólás? Jelenkezést nem látok. Mielőtt szavaznánk, azért hogy mondjam el, hogy Donkáné Berebes Éva személyében egy nagyon kemény, határozott emberrel ismerkedhettünk meg, aki valóban egy kritikus helyzetben vette át a kórház pénzügyeinek és gazdasági ügyeinek az intézését, felügyeletét. És ha sokszor esetleg néhány ember számára túl keményen is bánt a szavakkal és a tetteivel, mindenképpen köszönet illeti a munkálkodását, hiszen egy nehéz helyzetből húzta ki ezt a kórházat és konszolidálta a helyzetet. Úgyhogy ezúttal is szeretném megköszönni az ő tevékenységét. És javaslom természetesen ennek a zárójelentésnek az elfogadását. Ha nincs jelentkezés, szavazzunk. Aki támogatja, jelezze, igen, nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 27. napirendi pontunkhoz érkeztünk. Előterjesztés a vízitűzmű szolgáltatása vonatkozó bérleti üzemeltetési szerződésről.
Tisztelt képviselőtestület, nagyon sokszor tárgyaltunk erről a témáról, GTT-n is, egyéb más grémiumokon is nem könnyű a döntés ebben az esetben, hiszen sok olyan dolog, törvényességi dolog még nem tiszta előttünk, amire tisztának kellene lenni ahhoz, hogy pontosan tudjunk dönteni. Gondolok itt például arra, hogy végrehajtási rendeletek hiányoznak, és ez nem teszi könnyűvé a dolgunkat. Hosszú időn keresztül, hónapokkal korábban megkezdtük már több, úgymondom, szervezővel a tárgyalásokat, és véleményem szerint, és többek véleménye szerint a tiszamenti regionális vízművekhez való csatlakozás az a helyes út, amit ebben a szituációban meg tudunk tenni. Annyit még szeretnék hozzátenni a gondolataimhoz, mielőtt vitára bocsájtanám a napirendet, hogy a határati javaslatban egy mondatrészt szeretnék, hogyha kivennénk ebből a határati javaslatból, mégpedig egy pontból áll ez a határati javaslat. Az utolsó mondatrészt tessenek törölni, így szól, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik. Ezt tessenek kihúzni ebből a határozati javaslatból. A részvénytársasággal szóval befejeződik a mondat. Köszönöm szépen, és most bocsájtom vitára a napirendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Engedjék meg, hogy ezzel a ponttal kapcsolatosan megosszam önökkel véleményemet, illetve elgondolásaimat. Mint láthatjuk, a javaslat egy fajsúlyos kérdés a víz és csatorna működésével kapcsolatos, azaz, hogy kié az a csap, amit ha megnyitunk, ha meg kell, és kié a hálózat. A víz elcsépelt mondat, de a legnagyobb kincsünk. Hogy érzékeltessem a probléma fontosságát, a nemrégiben volt vízvilágnapi alkalmából egy nyugati jelentésből szeretnék idézni. Ahogy egyre komolyabbá válnak a gondok a vízzel, úgy nő a valószínűsége annak, hogy az államok azt a befolyásgyakorlás eszközeként fogják használni. A század közepe felé haladva nő a valószínűsége annak, hogy a vizet fegyverként fogják használni, és előfordulhat, hogy egy állam megtagadja az ahhoz való hozzáférést egy másiktól. Láthatjuk, aki a víz, azé a hatalom. Egy dologban biztosak vagyunk, és biztosan egyetérthetünk, a víz csak akkor van jó helyen, ha az állami, de ha inkább az emberekhez közelebb van, önkormányzati kézben van. Látszólag az új törvény, amely az önkormányzati vízművek társulásai vagy beolvadási kényszerét hozta elő, jónak tűnhet. Alapítom arra, hogy maga a Jobbik javasolta még 2011 áprilisában, hogy kerüljön kizárólagos állami, illetve önkormányzati kézbe a vízkészletek, és ebből analóg módon annak kezelése is. Nem újdonság, hogy átvesznek egy-egy jobbikos javaslatot, de sajnos az sem, hogy félig vagy rosszul valósítják azt meg. A víziközmű törvény alapján, tehát az önkormányzati, állami vagy akár magántulajdonú vízműveknek tehát a mai nappal, illetve hát a következő nappal bezárólag nem maradt más választása, azaz pontosan július 1-ével nem maradt más választása, hogy olyan szövetség után nézzenek, amelyel meg tudják valósítani a törvény előírásait. A törvény előírásai pedig azok, hogy a meghatározott fogyasztói egyenérték alatt ilyen cég nem működhet. Először alacsonyabb fogyasztói egyenérték volt kiszámítva, majd később 150 ezernek kell megfelelni, ami nem egyezik a lakosság számmal. Hogy érzékeltessem, hogy a szolgáltatóknak milyen volumenben kell létrejönniük, ez megközelítőleg 600 ezertől 1 millió főig terjed majd a végső soron a lakosság számhoz arányosítottan. Mint említettem, az elképzelés miszerint maradjon saját kezünkben, azaz az állam és a városok kezében a víz jó, megállt kell tehát parancsolni a vízünkre ácsingózóknak. A megvalósítás, azaz a törvény azonban sok hibályt veszélyt rejt magában. A törvény szövege egyébként már egy ideje ismert volt, hiszen az év utolsó törvényeként fogadták el este 11 órakor az úgynevezett pesgős törvényként, és meglehetősen rövid határidőt túlzott az útkeresésre, amely során szinte lehetetlen volt alapos döntést hozni. A törvények mögül, ahogy polgármester úr is említette, hiányoznak, és még most is hiányoznak a végrehajtási rendeletek. Amikor 3 nappal ezelőtt a másik teremben kezdtük megvitatni a javaslatot, még a város vezetője is kijelentette, hogy gyakorlatilag sötétben tapogatózunk. Nem lehet tudni, hogy kinek volt érdeke ez a feszített tempó, de hogy ilyen körülmények mellett nehéz jó döntést hozni, az biztos. Még sajnálatosabb, hogy az ágazatért felelős miniszter, aki történetesen Karcagváros volt polgármestere, dr. Fazekas Sándor sem észlelte,
hogy ebből a rohamtempóból gondok lehetnek, ha pedig valaki ő tudhatná, hogy az elmúlt 20 év tapasztalatából mifelénk ez nem így megy. Félelmeim pedig, hogy megosztam önökkel a törvénnyel, illetve az ebből keletkező és most előttünk részint fekvő szerződési kötelezettséggel az alábbiak. Most visszaadjuk a közösbe azt, amit előtte gyakran nagy harcok árán ért el a korábbi képviselő testületek egymás utánja, vagy a lakosság önerőből. Igaz, a tulajdon joga a városé marad, azonban nem csak a tulajdon jog marad itt, hanem a fejlesztési kötelezettség is. A tervezett szerződés szerint a város úgy adja a törvénynek megfelelően a víz- és szennyvízhálózatot, hogy cserébe a városnak bérleti díj jár, amit a városnak fejlesztésre kell fordítania. És most figyeljenek, mert bármit is mondanak, egy határozott következménye lesz ennek. A bérleti díjat a felek a hálózat értékcsökkenésének elszámolásában határozzák meg az úgynevezett amortizációval, amennyivel tehát a berendezések értéke csökken, tehát a csatornáknak, eszközöknek az értéke csökken, és ebből kiindulva megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi vízmű számaiból az éves szinten csökkenő mértékű lesz ez a dotáció, amit a város kaphat, ami jelenleg becsülten 49 millió forint, de hogyha erről leválasztjuk a strandüzletágat és ebben az esetben a szállásüzletágat, akkor ez körülbelül 30 millió forintot fog érni. Ezen túl pedig mindennek tetejébe ezt a bérleti díjat, amit a város kapna, csak a hálózat és eszközök fejlesztésére használhatja majd fel, és az is tiszta már, hogy a városnak kötelessége mindent fejleszteni, a keletkező rendkívüli hibákat kifizetni, az eszközöket pótolni saját megtakarításból, ha van neki, ha nincs. És ezt miből fogja megtenni a város? Mert hogy mindez, amit kifizetünk majd a víz, szennyvíz díjra mi karcagi lakosok, az a 437 millió forint a közös kasszába fog becsengeni, aztán a jó ég tudja, hogy hova fog kerülni. Roma integrációra, külföldi államadóság visszafizetésére, közgépes pályázatokra, luxus kormányzati vagy önkormányzati, Skoda Superbekre, flottás iPhone-okra, iPadokra. Így teremt majd az állam mesés bevételeket, amiket elvesz a városoktól, településektől, ne értsék félre, a multitól, külfölditől, mint a Suez, nem a településektől, el kell venni ezeket. Másrésztről pedig így fog 10 000 új munkahelyet teremteni, ami korábban egyébként önkormányzati munka volt. Mi rosszabb? Mit hagy itt gálánsan az állam a bevételekből? A jelenlegi állapotok szerint a mínusz 45 millió forintos adózás előtti veszteséges eredménnyel záró strandfürdő üzletágat, a mínusz 10,5 millió forintos mínusszal szereplő kereskedelmi szálláshely üzletágat. Mit nem mondjak, itt tényleg jól vissza lehet majd fizetni a felvett 152 millió forintos hitelt, ami szintén marad a vízműnek. Sajnálom egyébként, ha rontom a vízmű Kft. Piaci helyzetét, de úgy tűnik, hogy ez a legkisebb rossz, amit most vele történhet. Hogy döntsön így tehát az ember, mindezek mellett az önkormányzat, mikor valahogy, és egyébként dönteni kell. Konklúzió, az állam viszi a pénzt, amit a lakosok befizetnek, a fejlesztés kötelességét meg ott hagyja a városoknál, akitől lassan minden forrást megvonnak. Viszik az iskolát, hulladékgazdálkodás, egészségügyet és a csontvázakat hagyják itt, feladatokkal, pénz nélkül. Kérem szépen, ez már nem pártpolitikai kérdés. Ez már annak a kérdése, hogy ki áll-e a város a saját érdekében, a lakosok érdekében, harcol-e a megszerzett önállóságért, vagy leszeget fejjel, végleg lemond minden önállóságról. Hol vannak ilyenkor a beígért támogatások, segítségek a kormányzatban lévő karcagiaktól? Nekem úgy tűnik, hogy nagy ívben tesznek önökre, hogy itthon mit csinálnak, és hogy fulladnak bele a helyi problémákba, mondván utánunk a vízözön, előttünk a pénzözön. Bár szavunk lenne benne, de végső a döntés, üzemeltetés, gazdálkodással kapcsolatosan ki fog kerülni a város kezéből, és tőlünk Szolnokra vándorol, így mostantól már nem helyben születnek a fontos kérdések, emeljünk-e vízdíjat, vagy ne emeljünk, Karcagon a víz- és csatornadíj mennyi legyen, vagy például a Kossuth-Lajos utca vagy Ady Endre utca neve és problémájai, lakosainak problémája semmit se fognak mondani ezeken a helyeken. Végső soron, ismervén a régi jelmondatot, hogy az állam nem jó gazda, hamarosan már, és kimondani is elképzelni is szörnyű, hogy megmaradó pár állami cégnél, amelyek száma 15-17-re várható, elő lesz készítve a terep a privatizálásra, ahol majd jönnek az akvabárok, meg a külföldi vízi szirének, akiknek csábító hangjának bedőlnek a politikai kalandorok, és örökbe fogságukba esnek, mint a mondva csinált hősök a görög mitológiában. Ne legyen így, de már sajnos láttunk ilyet a rendszerváltásnak hazudott szemfényvesztés óta. Sajnos azonban be kell látni a pillanatnyi lehetőségeinket. A város önmagában már nem tudja megtartani törvényi kötelezettségei miatt vízszolgáltatását, csatornaszolgáltatását, azt bizony be kell adni a közösbe. Reménykedni kell, hogy a kormányzat ígéretét be fogja tartani, és megőrzi nekik közös kincsünket. De ellenőrizni is kell őket, sőt, évről évre számon kell kérni,
hogy ez így történik-e, és nem tékozolják el mindazt a pénzt, amit a lakosság befizet nekik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő úr jelentkezik. Megadom a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt tévénézők, tisztelt Lukács képviselőtársam, úgyhogy nem tudom, ki írt önnek ezt a nagyon szép anyagot, de szépen olvasta fel mindenek előtt. Pár dolgot jegyeznék meg ezzel kapcsolatban. Megütötte a fülemet egy megjegyzése, amelyben azt mondta, hogy tudjuk, hogy az állam nem jó gazda. Mint ha úgy emlékeznék, hogy Kóka miniszter úr mondta ezt, hogy az állam rossz gazda. Én örülök neki, hogy itt Hanvaiból feltámadt a második liberális párt. Az állam igenis lehet jó gazda, és én nem értem igazából önnek az elkeseredését, hogy az önkormányzatok együttműködnek az állammal. Nem magánszeméllyel, nem privatizátorral. Lehet, hogy ez elkeserítő, hogy egy nagyon jó vagyontárgy, egy hasznot hozó vagyontárgy, ez a vízműcég nem magánszemély kezébe kerül, nem magántársaság kezébe kerül, hanem a karcagi önkormányzat a magyar állammal, a magyar állam cégével fog össze ennek a működtetésére. És igen, hát persze probléma az, hogy nem lehet már ezután igazából minden nyereséget kivenni a vízmű cégekből, mert van olyan önkormányzat, szerencsére a karcagi önkormányzat nem ilyen volt, aki kivette a nyereséget, nem emelte a vízdíjakat, leromlott a vízi közmű állapota, iszonyatos mértékű felújítási pénzekre van szükség, és erre az önkormányzatnak nincs pénze. Most az állammal együtt kötelezve lesz az, hogy ami haszon képződik a víz és csatornadíjakon, az visszaforgatásra kerüljön erre az ágazatra. Tehát nem lehet kivenni, nem lehet privatizálni, nem lehet akár magyar vagy külföldi befektetők kezére játszani. Én azt elhiszem, hogy ez sérelmes, de higgye el, az állam is tud jó gazda lenni, nem kell mindent azonnal privatizálni. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e további kérdés, hozzászólás, vélemény? Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, csak egy rövid viszontválasz erejéig ragadnám magamhoz a szót. Lényegében azért olvastam fel a saját magam által írottakat, mert korábban érkezett olyan megjegyzés, hogy nem összefüggően adom elő ezeket, illetve hogy nem érthetően adom elő. Így hát úgy gondoltam, hogy ha papírra vettem, ez így jobb is. Sőt, talán még kedvezőbb is, hiszen amikor a jegyzőkönyvet írják, talán még át is tudom küldeni e-mailben, és szépen bele lehet ollózni, hogy mit is mondtam, és akkor hitelesen kerül ez végsősorban a jegyzőkönyvbe. Képviselő úr egy kicsit félreértette, amit mondani szerettem volna. Nem az a gond, hogy egyébként az államé lesz. Nem az a legnagyobb probléma. Az a legnagyobb probléma, hogy elvisznek egy olyan nyereséges kettő darab üzletágat, ami 437 millió forint bevétele volt. Tehát ennyi nyereséget termel. Szépen leírjuk belőle, hogy mi az, ami elment belőle. Volt a cégnek végsősorban ennyi bevétele volt. Látom, hogy alpolgármester úr rázza a fejét, 2011-ben 437 millió forint volt a szennyvíz, illetve a víz üzletágnak az elért eredménye. Nyilvánvaló a cég működéséből aztán annyi lett a mérleg szerinti eredmény, amennyi. Ami nagyon nagy gond, hogy ebből a 437 millió forintból a bérleti díjnak a megfelelő összegét évről évre csökkenő arányban fogja megkapni majd az önkormányzat, mert ez könnyű előre látni, mert hogyha most 30 millió, jövőre az amortizáció miatt még kevesebb, egyre kevesebb, és miután a végén elérünk egy olyan pontot, amikor már végsősorban semmit nem kapunk, vagy 10 millió forintot kapunk, abból elég nehéz lesz ezt a fejlesztési célt, az, hogy vízi közmű hálózatot rendbe tartsuk, arra nem lesz elegendő. Tehát ezzel lehet bárhogy trükközni, és ez volt, és ez most is a felajánlott bérleti szerződésnek, üzemeltetési bérleti szerződésnek a legnagyobb hiányossága. Azért nincs itt előttünk, képviselő úr, hogyha itt lett volna a korábbi tárgyalásokon ezzel kapcsolatban, azért nincs előttünk ez a bérleti szerződés most, mert tele volt ilyen hiányosságokkal, olyan minuszokkal, illetve olyan előnytelen feltételekkel, ami az önkormányzatnak rendkívül nagy nehézség lett volna. Valóban ezt majd most meg kell valahogy oldani, a legjobbat kikerekíteni belőle, de ez ennek a konstrukciónak a hibája. Tehát ezt valahol központi kormányzati szinten be kellett volna látni az elmúlt 5-6 hónapban, hogy ez így nem fog működni. Ha még a szándék mögötte jó is, ezzel a módszerrel, ezzel a módon ez így nem működhet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kovács Sándor képviselő úrnak adom meg a szót.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő testület, én új információhoz jutottam. Most tudtam meg, hogy ennek a cégnek 430 millió forint nyeresége volt, ne adjuk oda senkinek. Vagy hogyha mégse ennyi nyeresége volt, akkor Lukács képviselő úr egy nagyot tévedett. Tehát az árbevétel, a nyereség, meg az eredmény szerintem le kellett volna írni. Úgyhogy ilyen nyereséges céget, 430 millió forint nyereséges céget szerintem ne adjunk el, mert 430 millió forint sok pénz. De ha mégse ennyi nyereség volt, nem tudom, valaki tud erre válaszolni, hogy tavaly évben mennyi volt a nyereség ennek a cégnek, mert hogyha mégse ennyi volt a nyeresége, akkor nagyot tévedett képviselő úr, és kicsit több odafigyelést és kicsit nagyobb pontosságot ilyen nagyon fontos kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Molnár Pál képviselőnek adom meg a szót, tessék valamit. Köszönöm szépen. Meglep engem is már az, hogy egy párbeszédverseny győztese, országos győztese, jogászként kénytelen felolvasni öt oldalt, mert nem tudja, hogy az elején mit mond, hogy így legalább emlékszik ő is rá, meg a jegyzőkönyv is legalábbis ez hangzott el. De való igaz, hogy tényleg jobb, hogyha leírja a képviselő, hogy mit mond. És kérném, hogy szó szerint írjuk már föl, amit képviselő úr elmondott itt az árbevételekkel és a nyereséggel, eredménnyel, már majdnem konyhanyelvi szinten, vagy már majdnem kocsmai beszélgetés szintjén. Szeretném pontosítani, hogy a Víz és Csatornamű Kft.-nek 2012 évi üzleti tervében, bevételek összesen tekintetében 502 millió forint volt, van tervezve. Üzleti tervről van szó, körülbelül itt lehetett a tavaly is. 430-440 milliós nyereségekről beszél képviselő úr, ami messze menőleg légből kapott dolog. Én azt mondom, hogy ha valamit el akarunk mondani, ráadásul olyan dolgot, amely befolyásolja a közvéleményt is, pontos adatokat közöljünk, mert ebbe bárki bele tud kopni, bárki rossz fénybe tudja föltüntetni a képviselőtestületet, majdnem úgy, mintha a rossz gazda gondosságával végeznénk a munkánkat. Szeretném fölhívni arra feltétlenül a figyelmet, hogy mi van a határozati javaslatban. A határozati javaslatban annyi szerepel, amelyet majd most kell elfogadni, hogy bérleti és üzemeltetési szerződés köt a Tiszamenti Regionális Vízmű zárt körül működő részvénytársasággal az önkormányzat. Egyelőre erről szól. Van egy törvény, ami ráadásul az évelején ki megszületett már, tehát már az évelején lehetett a törvényt olvasni. Nagyjából föl is lehetett erre készülni, azonban vannak még olyan kérdőjelek, amelyeket a későbbiek végrehajtás utasításai fognak pontosan megvilágítani. Viszont vannak határidők. Ezeket a határidőket kénytelenek vagyunk betartani, és ahhoz, hogy az előbb említett jógazda gondosságával tudjon az önkormányzat a cégeivel, Kft.-vel foglalkozni és a lakosság pénzével, mindenféleképpen döntéseket kell hozni. Ha most valaki ezt nem fogja elfogadni, nem fogja megszavazni, újabb 30-40 milliós kiadásba fogja kergetni azt a Kft.-t, amelynek a sorsáról most döntünk. Ha valaki nem szavazza meg, én azt mondom, hogy akkor vállalja föl annak az ódiumát is, hogy 30-40 millió forintot kivesz azon emberek zsebéből, akik ezt a céget működtetik, Karcagváros önkormányzata, valamint akik a... Én úgy érzem, megadtam a tiszteletet képviselő úrnak, nem beszéltem, amikor ön mondta el a mondandóját. Azt hiszem, hogy nem nagy kérés, hogyha én is ezt kérem, hogy hallgassa meg, amit el szeretnék mondani. Egyedül polgármester úr tud megszakítani, de úgy eszem is, hogy polgármester úr szót adott még. Így van. Mondhatom, köszönöm szépen. Tehát visszatérve az előző gondolatomhoz, a képviselőtestület mindösszesen erről döntene, bérleti, üzemeltetési szerződésről, nem a Kft. Eladásáról, nem elkótyavetyéléséről. Azt pedig én úgy érzem, hogy még Jobbik Magyarországért mozgalom vagy párt nem is volt, amikor Karcagváros önkormányzata egyértelműen döntött arról, hogy a stratégiai ágazatokat úgy, mint hulladékgazdálkodás, úgy, mint víz és csatorna önkormányzati tulajdonban fog tartani, vagy esetlegesen, hogyha úgy alakul a helyzet, állami tulajdonban. Nagyon jó lenne például, hogyha néhány energiaszolgáltató állami tulajdonban lenne. Milyen jó lenne, hogyha az államnak lenne ráhatása, nagyobb ráhatása lenne, vagy esetleg ő diktálna a gázárakat és egyéb energiaárakat. Én úgy érzem, hogyha a víz ebbe a kategóriába fog kerülni, és ebbe a kategóriába tud maradni, nagyon-nagyon-nagyon jó helyzetben leszünk. Engem fogyasztóként egyébként igazából nem az érdekel, hogy most önkormányzati tulajdon, vagy állami tulajdon, hanem az, hogy mennyit kell fizetnem a vízért. Köszönöm szépen. Szépen, van a további jelenkezés, hozzászólás. András képviselő. Tessék valami. Köszönöm szépen, polgármester úr.
annyit, hogy jegyezzek meg ezzel a vitával kapcsolatban, hogy szépen elbeszélünk egymás mellett. Tehát én úgy gondolom, hogy egészen másról kezdtünk el itt a végén beszélni, hogy képviselőtársamnak milyen a retorikája, az az ő dolga, maradjunk ennyibe. A mondani valója, az lett volna a lényeg, és amellett szépen elbeszéltünk. Tehát én úgy gondolom, hogy született itt egy törvény, amit a kormány benyújtott parlamentbe, parlamenten a többség szépen átverte, köszönjük szépen, rendben is van. Ez a törvény nem teljes, nem megfelelően előkészített, és a többi, és a többi is. Ennek a következménye az, hogy most mi itt erről vitatkozunk. Az a célzás egyébként, ami Kovács képviselő részéről érkezett, a privatizációval kapcsolatban, ilyen már egyszer elhangzott, nincs higgyel, nincs a Jobbiknak semmilyen privatizációs szándéka, különösen nem a vízzel, a vízkincsel és egyéb nemzeti kincsekkel kapcsolatban. De azt mindenféleképpen kell látni, hogy sajnos maga a törvény, tehát hogyha elolvassuk ezt a törvényt alaposan, akkor pontosan láthatjuk azt, hogy a garanciák nincsenek meg benne arra. Tehát nem akarok rémképeket előre festeni, de teszem azt, hogy egy olyan kormány kerül hatalomra, amilyen már volt itt 8 évig. Az vissza tud élni olyan szinten ezekkel az adottságokkal, hogy nagyon könnyen ott találjuk magunkat, hogy nem lesz ivóvízünk, nem mi döntünk róla, és akkor bizony bajba leszünk. Tehát a megfelelő garanciák nincsenek beépítve, és most, amikor erről nekünk itt helybe dönteni kell, akkor le kell mondanunk arról a jogunkról, hogy ez a kút a miénk, tehát ebből a kútból én fogom inni a vizet, és akkor húzom, amikor én akarom. Tehát erről kell lemondani. Egyébként megkérdezném, hogy tudják-e önök, hogy Európában hanyadik helyen vagyunk vízárokban. Gondolom senki nem tudja, akkor megsúgom, második legdrágább Magyarországon az ivóvíz. Érdekes módon. Nem tartom valószínűnek, hogy lejjebb fogják vinni a vízárat. Tehát én igenis érzem benne a lehetőséget, hogy jóval alaposabban elő kellett volna készíteni. Én azt is látom, hogy most az önkormányzat egy kényszerhelyzetben van, valóban itt elsőjével dönteni kell, mert egyébként ennek anyagi vonzatai vannak. Nagyon nehéz ebbe felelősen dönteni, tény és való. De egy biztos, nem arról szól a mi hozzászólásunk és a mi megkérdőjelezésünk, hogy kárt okozzunk szándékosan az önkormányzatnak, vagy egyáltalán a lakosságnak, de mindenféleképpen jelezni kívánjuk annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben ennek súlyos következményei lehetnek. Úgy a lakosság részére, és mint a fogyasztók részére, és mert Molnár Pál képviselőtársam is majd, amikor megnyitja a csapot, és úgy diktálják meg, úgy engedik a víznyomást benne, ahogy valaki más akarja, és nem úgy, ahogy a város, akkor lehet, hogy 10 év múlva, hogy majd az unokája meg fog lepődni, és azt mondja, hogy ennyi nagypapa, ezt nem egészen jól tetted, hogy megszavaztad. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, van a további jelentkező. Dr. Lukács László képviselőnek adom meg a szót. Most már majd úgy tessék összefoglalni, hogy... Igen, tisztelt polgármester, ez az utolsó, csak pontosításokat szerettem volna mondani, mert végső soron készültem én, nem is olyan régen előttünk volt a Nagykun Víz és Csatorna Mű Kft.-nek az éves beszámoló és az ahhoz fűzött jelentés, és egyébként egy részletes 94 oldalas anyag volt, ha jól emlékszem, és a felügyelő bizottságnak is ott szerepelt egyébként az álláspontja. Ez rögzítette, hogy az elmúlt 2011-es évben a vízágazatban pozitív adózás előtti eredmény volt, ez eddig különösebben nem mond semmit. A szennyvízágazatban szintén 15,9 millió forint adózás előtti eredmény sikerült elérni. Nyilvánvalóan ezek a elvártaknak vagy megfeleltek, vagy nem feleltek meg. Még amit szeretnénk mondani, hogy mínusz 45 millió forintot sikerült realizálni veszteséget a fürdőágazatban, míg a kereskedelmi szálláshely ágazatban mínusz 10,5 millió forintot. Nálam van a papír, ezt meg lehet nézni, és amiben pontosítani szerettem volna, és bocsánat, hogyha összecsúsztak egymásba a terminus technikusok, és nem megfelelően fogalmaztam, amit ecseteltem a 437 millió forint, az ebben az esetben az értékesítés nettó árbevételéből idéztem oszlopból, amiben vízellátás kezelés elosztás 237 millió forint, szennyvízelvezetés kezelése
200 millió forint, ez 437 volt. Egyébként abban az évben az értékesítés nettó árbevétele 468 millió forint volt. A töredékeket mögötte nem mondom, és ezzel szemben költségek költségnemenkénti megbontásának a teljes összes száma 403 millió forint volt. Hogyha kiszámolom a 468 és a 403 közötti különbséget, az 65, és hogyha egyébként kiszámoljuk, és összeadogatjuk itt ezeket a számokat, akkor jól látni, hogy mi volt az a jövedelmező üzletág, ami húzó volt a 237-es, illetve a 200 millió forintos számmal, a vízellátás, szennyvízelvezetés. Tehát ezekből a számokból idéztem, és valóban ott, amikor én azt mondtam, és utána talán helyesbítettem is, hogy eredményről beszéltem, valóban egy KFT-nek a gazdálkodását, végső soron, hogy milyen lesz a mérleg szerinti eredménye, befolyásolja nagyon sok minden. Én erre a két ágazatra próbáltam kihegyezni, ami árbevétel képződött, és illetve ezzel összhangba állítani, hogy mi az a nálunk maradó összeg, az a veszteséges rész, ami minket fog terhelni, és hogy körülbelül mennyi az, amivel amortizációval lehet számolni. Ebben az évben csak jelentem, értékcsökkenési leírásként 49 millió forint volt beállítva, de ez az egész Nagykun víz és csatorna műre vonatkozik. Nyilvánvalóan a víz és szennyvízellátás ennek valamilyen arányosított állapota, hiszen nem minden eszköz és berendezés a szenny és víz rendszert szolgálja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van a további jelentkezés. Kovács Sándor képviselő úr, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, igazat kell adjak dr. Lukács László képviselő úrnak. Sokkal jobb, hogyha felolvassa, amit mondani akar, mert akkor nem esik ilyen hibába, hogy 430 millió nyeresége van a vízműnek, hanem felolvassa, hogy mennyi volt, mennyi az árbevétel. Ebben maximálisan igazat adok, és tényleg biztatom arra, hogyha mindig fel akar szólalni, inkább olvassa fel, mert abba hiba nem lehet. Megtörtént már az, hogy itt a védőügyvédje András megvédte, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, hogy a jogászt a másik képviselőtársunk védi meg, de arra kérem tisztelt polgármester urat, hogy foglalkozzunk azzal, amire a törvényt ránk ró, és legjobb döntést hozzunk az önkormányzatnak, úgy, amely anyagilag is, az önkormányzatnak is, és a lakosságnak is a legjobb, tehát, hogy olcsó, jó minőségű ivóhivízhez jusshasson a lakosság az elkövetkezendő évtizedekig. Nekünk ez az egyetlen célunk, nem az, hogy az állam milyen gazda, rossz gazda, ezt majd a Jobbik frakció eldönti, mert az egyik azt mondta, hogy rossz gazda, a másik azt mondta, hogy nem kellene privatizálni, nem szándéka a Jobbiknak az, hogy privatizáljuk, tehát el kell dönteni, hogy mi a véleményük erről, hogy az állam milyen gazda, jó együttműködésünk lesz-e állami céggel, vagy sem. Én kérem polgármester urat, hogy döntsünk a ránk háruló feladatról, mert ennél sokkal komolyabb a mi munkánk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van a további jelentkező. Tisztelt képviselőtestület, példamutatóan végig hallgattam mindenkit, és a későbbiekben ezt kérek minden képviselőtársamtól, hogy hallgassuk meg egymást, valóban közben kiabálásokkal, véleménynyilvánításokkal ne zavarjuk a felszólalót. Ha olvassa, ha szabadon mondja Lukács László képviselőtársunk, amit most el akart mondani. Ha ebből valaki megértett valamit, akkor én nagyon fogok csodálkozni, és nagyon meg lennék lepődve. Nem tudom, hogy ebből egy egyszerű ember mit hámozott ki. Sok minden volt ebben. Egy kis szereptévesztés is. Nyilvánvalóan a parlamentben az ellenzéki pártoknak kutya kötelessége is a kormány kritizálni, véleményt mondani, ezért vannak az ellenzéki pártok. Itt nekünk nem az a dolgunk, hogy a kormány döntéseit kritizáljuk, a kormánynak a döntéseit el kell fogadnunk, és aszerint kell cselekednünk, természetesen a saját magunk érdekeit maximálisan figyelembe véve. Egy kormány minden településre, minden állampolgárra azonosan jó törvényt nem tud hozni. Az képtelenség, ez legyen adó, legyen víz, legyen szennyvíz, legyen egyéb más törvény. Van akinek kedvező, van akinek nem kedvező. Mi olyan helyzetben voltunk, hogy egy jól működő KFT-vel bírtunk, lehet, hogy most rosszul fog esni az, hogyha egy egyéb más lépése kell, hogy elszálljuk magunkat. És egy másik szereptévesztésre is szeretném felhívni a figyelmét elsősorban Lukács László képviselő úrnak, hogy és akár olvassa, akár szabadon mondja, ne tessék mindenféle fals hírrel, rossz és nem igaz
mutatókkal riogatni az embereket. Mert most az első hozzászólásából bizony ilyen félelemkeltő, össze-vissza beszédnek lehettünk a fültanúi és szemtanúi. Nyilvánvalóan egy komoly helyzet van, amit meg kell oldanunk, és meg is fogjuk oldani. Nem biztos, hogy minden, még egyszer mondom, minden döntés kedvező számunkra. Nekünk az a feladatunk, hogy a lehető legkedvezőbb lehetőséget válasszuk ki. Itt, és ezt már elmondtam többször, több grémiumon, két lehetőség közül lehetett volna választanunk. Egy olyan társasághoz szerveződnünk, akik önmaguk is abszolút kezdők ebben, egy holdinghoz, a Törökszent Miklósiak által szervezett holdinghoz, ahol semmiféle biztosítékát nem lehetett föllelni annak, hogy még ennyire is tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, amennyire itt, ha a TRV-hez csatlakozunk, fogjuk tudni érvényesíteni. Tehát a legjobb variációt kell kiválasztani. Nekünk ez a feladatunk. Nekünk nem a kormányt kell bírálnunk, nem kell parlamentben ülő ellenzénként feltüntetni magunkat. Mi karcagi képviselők vagyunk, és a karcagiak érdekét kell, hogy a szívünkön viseljük, és az szerint kell döntenünk. Nekünk nincsen arra pénzünk, hogy saját magunk bevállaljunk egy ilyen szerveződést, vagy egy olyan szerveződéshez csatlakozzunk, ami bizony a bizonytalanságban nagyon-nagyon sokat mutat. Ha nem vállalkozunk arra, hogy csatlakozzunk valahová, akkor magunknak kell bizonyára komoly összeget kifizetnünk ahhoz, és ez milliós tétel, több tízmilliós tétel, lehet 30-40 milliós tétel is, amit elő kellene bányásznunk valahonnan, valaminek a kárára természetesen. Úgyhogy én azt javaslom, hogy maradjunk ennél az előterjesztésnél, és ezt tárgyaljuk meg, és ezt vitassuk meg, ami nyilvánvalóan egy útnak az eleje, és ezt a tökéig kell nekünk majd közös erővel, nyilván vitákon keresztül, de csinosítani, faragni, hogy még egyszer mondom, a karcagi lakosok a lehető legjobban jöjjenek ki ebből a lehetőségből. Az, hogy az állam jó gazda vagy nem jó gazda, az sokak vélemény, ez egyik vélemény szerint, ilyen a másik vélemény szerint. Olyan nyilvánvalóan, pontosan azért, mert a víz és a szennyvíz ágazat egy stratégiai ágazat, és ez bizony a Jobbik annak idején támogatta, hogy állami kézbe kerüljön, nagy valószínűséggel oda is döntött a jelenlegi kormány is úgy, hogy ez oda keveredjen. Alapvető cél itt azoknak a külföldieknek a ellehetetlenítése, akik valóban gátlás nélkül zsarolják és szipolyozzák ki a vízen és a szennyvízszolgáltatáson keresztül az egyes települések lakóit. Na most az, hogyha az állam megalkot nagyon sok munkával egy-egy ilyen törvényt, ahhoz nekünk alkalmazkodni kell. Itt lesz majd az igazi feladatunk. Ahhoz, hogy tudunk-e alkalmazkodni. Lehet, hogy vannak persze még ebben a törvényben hibapontok, amit még a végrehajtási rendeletekkel majd tovább lehet finomítani, csiszolni, és akkor ezek a kérdőjelek megszűnnek számunkra. Egy biztos, a mai napon nekünk döntenünk kell ahhoz, hogy még egyszer mondom, sok tízmilliós tételbe neveljük bele a várost. Úgyhogy ezzel hagyzárjam le a vitát, és akkor döntsünk is az előterjesztésről. Tehát jelenleg a határozati javaslat egyetlen pontjáról kell döntenünk, és én szavazásra is teszem fel a kérdést. Aki tudja támogatni ezt az előterjesztést, illetve az előterjesztésben található használati javaslatot, azt kérem, szavazzon. Igen, nem, két nem, hét igennel a képviselőtestület támogatta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan fogunk találkozni még ezzel a témával. Én kérem, hogy a Jobbik képviselői is a város érdekeit képviseljék lehetőség szerint majd a vitákban, és annak megfelelően szavazzanak a későbbiekben. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a napirendek megtárgyalásának a végére értünk.
Szeretnék itt a testületülés végén a júliusra tervezett programokról egy rövid beszámolót adni. Még egy hónapban, egészen pontosan a holnapi napon, június 29-én Semmelweis napi ünnepség lesz a Kátai Gábor Kórház területén. 30-án a 14. Birkafőző Fesztivál kerül megrendezésre. Július 7-én udvari muzsika lesz a Nagykun Látogatóközpont udvarán. Közreműködik a Karcagi Nóta Klub és Pacsirta Citera Zenekar. 14-én ismét udvari muzsika szól a Nagykun Látogatóközpont udvarán. Közreműködnek a Dévini néptánccsoportjai, majd táncház lesz a Pipál Zenekarral. Július 16-23-ig Fortvárról tábort rendez a Dévini. 21-én és 28-án udvari muzsika lesz a Nagykun Látogató Központ udvarán. 26-án véradás szerveznek a Dévini Kulturális Központban, és biztos vagyok abban, hogy ennél sokkal több program vár ránk a elkövetkezendő hónapban, időszakban is. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, bejelentem, hogy legközelebb 2012. augusztus 20-án ünnepi önkormányzati ülést tartunk, majd azt követően munkaterv szerint 2012. szeptember 27-én csütörtökön 15 óraig kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek javaslata, napirendi ponti javaslata arra az ülésre? Úgy látom, hogy nincs. Megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, meghívottaknak a megjelenését, aktivitását, a kedves televízió néző figyelmét, a hivatal munkáját. A nyári szünetre mindenkinek jó pihenés, kellemes kikapcsolódást, feltöltődést kívánok, a testületi ülést ezennel bezárom.